Felborult és oldalára dőlve állt meg egy mentőautó Budapesten. A megkülönböztető jelzését használó járműbe egy személyautó rohant bele. A balesetben megsérült a két mentős és a szállított súlyos beteg is. Mentőautókkal Magyarországon évente 70 baleset történik. Az oldalára dőlt az a mentőautó, amely csütörtök kora reggel karambolozott Budán. A megkülönböztető jelzést használó járművet nem vette észre egy személyautó vezetője, és összeütköztek. Éppen mentek a kórház felé, nyilván ilyenkor ment a megkülönböztető jelzés, ilyenkor engedélyezett, sőt, hát kötelező használniuk, és a keresztezésben ütköztek össze. A baleset itt ebben a 11. kerületi útszakaszon történt. A rendőrök a helyszínelés idejére a kereszteződést lezárták, a forgalmat a környező utcákba terelték. A személyautó sofőrje nem sérült meg, de a mentőgépkocsi két tisztje és a súlyos sérült is igen. A szállított beteg és a mentőszemélyzet két tagja, a mentőtiszt, illetve a mentőgépkocsi vezető bajtársunk sérült meg, könnyű fejsérülést szenvedtek. Őket ellátás után traumatológiai osztályra szállítottuk. A mentőautók évente 40 millió kilométert tesznek meg, és éves szinten több mint 1 millió esethez vonulnak ki. A betegszállítókkal nagyjából 70 baleset történik évente.